több évnyi spórolás kell ahhoz, hogy valaki saját lakást tudjon vásárolni. A magyar lakosság több mint 10%-a bérelt lakásban lakik. Vendégünk Balogh László, az ingatlan.com vezető ingatlan szakértője és Papsz Krisztina pénzügyi tanácsadó. Jó reggelt. Jó reggelt, kedves hallgatók. Jó reggelt. Hogy alakulnak most az ingatlan árak, és mi várható 2017 végéig? Folyamatosan emelkednek már évek óta a lakásárak, és nem várható változás az elkövetkezendő 2-3 évben sem, meglátásunk szerint, de az igaz, hogy az áremelkedés marad az irányadó trend, viszont az áremelkedés üteme az folyamatosan csökken, tehát nem bírja a piac ezt a gyilkos tempót. Hát 2014-ben indult ez az óriási emelkedés, nem, és akkor elég nagy mértékben. Így van, 2015-ben és 2016-ban a hivatalos statisztikák szerint több mint 10%-kal emelkedtek éves szinten a lakások, ami azt jelenti, hogy az elmúlt két évben ötödével drágultak az ingatlanok, és azóta is tart az áremelkedés, és Budapesten, meg a vidéki nagyvárosokban még ennél is nagyobb az áremelkedés mértéke, ott éves szinten 20%-kal drágultak a lakások, ami azt jelenti, hogy 2-3 év alatt a másfélszeresére növekedtek. Az nagyon komoly. Akkor igazából még mindig érdemes lakásba, ingatlanba befektetni? Tekintettel arra, hogy az egyéb befektetési formáknak a hozama még mindig elmarad az ingatlan piacétól, ezért az ingatlan befektetés az továbbra is egy jó megoldás. Krisztina, mennyit kell egy átlagos keresetű embernek spórolni ahhoz, hogy egy átlagos 60 négyzetméteres, mondjuk 20 millió forintos lakást meg tudjon venni magának ma? Hát azért ez ugye anyagi helyzettől, keresettől függ, hogy ki mennyit tud félretenni, úgyhogy én nem innen közelíteném ezt a kérdést, hanem ugye a tervezés a fontos. Tehát azt keressük meg, hogy mi az, amiből gazdálkodunk, és az elsődleges az, hogy mindenképpen bármennyi fizetésünk van, bármennyi bevételünk van, abból tegyünk félre, és a terveinket, a céljainkat alakítsuk a pénztárcánkhoz, mert ugye nagyon sokan pont itt csúsznak el már fiatalon, hogy a megnövekedett jövedelmet mindjárt elköltik, és a maradékból próbálnak félretenni, úgy nagyon nehéz lesz bármennyit lakásra félretenni. Igen, én is inkább onnan akartam megközelíteni, hogy mennyire vagyunk spórolósak mostanában, mondjuk az elmúlt 10 évben. Tehát teszünk félre akármennyit? Tehát gondolunk előre, akár nyugdíjra, akár lakásra, akár bármire? Hát azért még a lakosság nagy százaléka még mindig egy havi megtakarításnak megfelelő, vagy egy havi jövedelemnek megfelelő megtakarítással sem rendelkezik. Igen. Tehát ennyire lehet változtatni. De ez akkor romlott, ugye? Akkor ez romlott ez az állapot, ugye? Az elmúlt 10 évben, mert ezt akartam igazából kérdezni. Ugye, mert egy szakértővel szintén beszéltünk valami hasonlóról, hogy ez egyre rosszabb tulajdonképpen. Igen. Na most ezen változtatni kéne, vagy kellene? Hát kellene, mert tulajdonképpen alapvetően én azt gondolom, hogy nem engedhető meg azt, hogy ne legyen legalább 6 havi megélhetésre való pénz vésztartaléknak. Tehát én mindig a vésztartalék fontosságára hívom föl a figyelmet. Ismeretlenül, illetve ügyfeleknél is. Mindig ezt hangsúlyozom, hiszen a mai világban azért ugye nincs biztos munkahely, és bármi olyan életszituáció eleve előállhat lakásvásárlási szándék nélkül, amikor igazából nincs hova nyúlni, ha baj van. Most arról mit gondolnak, hogy mennyire fontos, hogy egy ingatlan tulajdonoljunk? Tehát, hogy egy lakás a birtokunkban legyen, mert ugye Nyugat-Európában ez egyáltalán nem ügy. Tehát igen. Ott ugye a lakások, amennyiben jól tudom, fele-fele bérlet, illetve bérlés, illetve magántulajdonban van nálunk, ez az arány teljesen más. Tehát miért fontos nekünk magyaroknak, hogy a miénk legyen a lakás? Itt eltérő történelmi hagyományok vannak a háttérben. Igen, gondoltam, hogy 10 emberből 9 rendelkezik saját tulajdonú ingatlannal, Nyugat-Európában pedig a többség lehet, hogy bérel, viszont ott a fizetésnek körülbelül csak az egyharmadát fordítjuk bérleti díjra. Itt Magyarországon pedig több mint a felét is elviszi az albérleti díj. Tehát nagyon nehéz tulajdonképpen albérletből saját lakásba ugrani, főleg azért, mert hogy a megtakarítási hajlandóság is alacsony, és ilyen magas bérleti díjak mellett nem is nagyon lehet megtakarítani. Ráadásul az aktuális jövedelmi helyzet mellett és az aktuális lakásárak mellett legalább 3-4 évet kell spórolni, ami azt értem, hogy a fizetés felét, vagy a harmadát félre kell tenni, ahhoz, hogy legalább egy minimális önrészre rendelkezünk, hogy még hitellel is lakásvásárlásba kezdhessünk, hogyha mondjuk egy 40 négyzetméteres garzont. De hát ez az álom édes álom kategória, tehát a fizetésnek a felét félre tenni, tehát szerintem ezt nem nagyon tudja megcsinálni senki. Nem, hát ez mutatja a példa is, hogy egy havi fizetésünket tesszük félre nagyjából átlagosan. De a bérlések száma ennek ellenére, mivel nagyon kevesen tudnak saját ingatlant venni, azért nő, nem? Az így van, egyre inkább nő a kereslet a kiadó lakás. Sok iránt. Hitelfelvétellel hogy állunk?
Hát én először is, mivel a megtakarítási részre kéne koncentrálni, és ugye fiatalkorban lehet ezt legjobban elkezdeni, én azt mondom, hogy aki még teheti, az inkább a megtakarítás fele gondolkodjon, használja ki mindenki az állami támogatásos megtakarítási konstrukciókat, és a hitel az akkor jöjjön szóba, hogyha már legalább a lakás árának kétharmada zsebben van, hogy minél kevesebb hitellel terheljük meg az ingatlant, és ha már ugye itt azért a birtoklás, bérlés kategória, mondjuk pont a fiataloknál is kérdés az, hogy most akkor hogy meg, mint én például a fiataloknak azt szoktam mondani, hogy ezt így 20 éves korban, tehát megtakarításra koncentráljanak, ne a lakásvételre, volt is ügyfelem, aki jött, hogy most a 5-6 négyzetméterrel nagyobb lakást akart, és milyen hitel, és mondtam, hogy most teljesen mások a prioritásai, mondjuk 20 évesen, mint 35-40 évesen, és látjuk a tendenciát is, hogy elég sok fiatal meggondolja magát, és szerencsét próbál külföldön, tehát hogy azért ne a lakásszerzés legyen elsődleges szempont mondjuk egy 20 évesnek, hanem a megtakarítás, hogy legyen saját tőké. Takarékbélyeg, ahogy az én időmben volt. Köszönjük szépen a beszélgetést!